Sziasztok, Ádám vagyok. A tech2.hu oldalt nézitek, és az Alcatel One Touch Idol 2 Mini S okostelefont fogjuk kívülről bemutatni. Már megkaptuk a telefont, azonban, amint látható, még egy fehér dobozos verzió, tehát nem a végleges csomagolásban kaptuk, de megkaptuk azokat a tartozékokat, amelyek részei lesznek majd az is forgalomba kerülő modellnek. Van egy kis papírunk, tulajdonképpen a szolgáltatásokat, illetve az elérhetőségeket jelzi ez. Kapunk egy headsetet, egy halójárat bélezhető, ugyanaz, mint amit a legtöbb mostani Alcatel telefonnal együtt kapunk. Van egy micro USB, USB adatkábelünk, illetve egy hagyományos USB-s hálózati töltőnk, amely egészen pontosan 1000 milliamperrel is 5 volt fogja tölteni a készüléket, tehát teljesen átlagos. Nézzük meg most magát az Idol 2 Mini S sokos telefont, ez egy kis kompakt méretű készülék LTE támogatással. Érdekessége ennek, hogy az Idol Mini utódjának is tekinthető, 4,5 szoros, még az Idol Mini 4,3 collos volt, viszont nagyjából ugyanakkor a készülék háza, azaz vékonyabb kerettel sikerült elérni ugyanazt a külső méretet nagyobb kijelzővel is, ami mindenképpen pozitívum, hiszen így egy abszolút jó kézbe fogható készüléket kapunk. Megnézzük az előlapot, itt van ugye a 4,5 szoros képátlóval rendelkező megjelenítő, ami IPS felbontású. Oldalról ha nézzük a keretet, látszik, hogy tényleg szép, vékony. A kijelző alatt, ami itt most látszik, három darab világító kapacitív érintőgombunk van. Képernyő felett pedig van egy két megapixeles előlapi kameránk, egy hangszórunk, illetve kapunk még fényérzékelőt, valamint van fehér, egy felül egy fehér visszajelző led is. Az egész előlapot edzett üveg borítja, egészen pontosan a dagon Trail üveg, amely hasonló, mint a Corning Gorilla Glass üvege. készülék oldalát alumínium borítja, tehát a középső rész az fém, ráadásul gyémánt csiszolású, amit itt láthatunk alul is, szépen csillog, illetve itt a kijelző szélénél is látszik ez. Jobb oldalra került a bekapcsoló gomb, felé pedig a hangerőszabályzó gomb. felül van egy jack csatlakozónk, valamint itt van még egy mikrofonunk. Bal pedig különböző slotok ajtai vannak. Ajtajai vannak, hogy pontosabb legyek. Itt látható alul a mikro SD, felül pedig a micro SIM ez egy kézzel egyszerűen kinyitható ez az ajtó, és becsúsztatható a memóriakártya, felé pedig a SIM kártya ugyanígy. Ez egyébként az egy verzió, hiszen létezik ebből dual sim modell is. Készülék alján itt a filmbe csak a mikro USB csatlakozót találjuk, valamint egy második mikrofont, ugye ez szolgál telefonbeszélgetésekhez, a felül lévő pedig a zajszűrést igyekszik elősegíteni. A hátlap az már műanyag, itt alul van a hangszórunk egy széles rácson, felül pedig 8 megapixeles kameránk van, alatta a vaku, mint látható itt a lencse az igazából nem emelkedik ki a készülékházból viszont itt ebből a szögből látható, hogy szépen kereszt irányba van hajlítva a készülék hátlapja. Ez volna tehát az Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S okos telefon kívülről. Kövessetek minket továbbra is a tekető.hu oldalon. Sziasztok!